Vádlottak a bíró előtt, ezek a felvételek idén januárban készültek, a vádirat szerint a fiatalok még 2013. augusztusában pornográf tartalmú fénykép és videófelvételt készítettek egy 14 éves lányról, a sértettet meg is erőszakolták. Az ügy nem egyszerű emiatt és a fellebbezések miatt is húzódik, igaz, Nyíregyházán első fokon már hoztak ítéletet, de az ügyet most Debrecenben másodfokon tárgyalják. A tapasztalat azt mutatja, a peres ügyek körülbelül kétharmada egy éven belül lezárul, kevesebb mint egyharmada pedig pár hónapon belül akár egy tárgyalással be is fejeződik. Azonban jócskán akadnak olyan ügyek, amelyek akár hosszú évekig elhúzódhatnak. Ezen úgynevezett öreg ügyek csökkentésére hívtak életre egy programot, amelyben a bírák önként vállaltak plusz munkát, hogy a pereket mihamarabb lezárják. A Szolgáltató Bíróság program 2015. május 31-e és 2016. március 31-e közötti két éven túli ügyekkel kapcsolatosan indult, illetőleg tartott. 2015. május 31-én a mintegy 6900 peres ügyünkből 313 volt két éven túli pertartamú. 2016. március 31-én a közelítőleg 6700 peres ügyünkből pedig 190 ilyen hosszabb pertartamú ügy maradt. Toma Attila több mint 20 éve ül a pulpitus mögött, büntetőbíróként azt tapasztalja, az emberek leleményessége miatt húzódik el a legtöbb ügy, az idő múlása pedig enyhítő körülmény lehet, ezért trükköznek az érintettek. Nagyon sokszor hiányoznak a felek, leginkább a vádlottak, de tanúk is hiányoznak. Nagyon sok a monstre ügy, a több szereplős, több vádlottas, sok tanús ügy, amikor 40-50-100 vádlottal kell a bíróságnak foglalkozni. És hát vannak úgynevezett kiskapuk, trükkök is, amikor védőt cserélnek, és akkor a védő nem tud felkészülni a tárgyalásra. A nyíregyházi törvényszék valamennyi bírája részt vett a programban, hogy ezzel is erősítsék az ítélkezés hatékonyságát, az ügyfelek elégedettségét. Csodák nincsenek, tehát több munkát, csak nagyobb számú tárgyalási nappal, több vállalással lehetett elvégezni. Tulajdonképpen a bírák is átérezték ennek a programnak a fontosságát, és hát egyetért vannak céljaival, mert hát mégiscsak az a dolgunk, hogy időszerűen, hatékonyan és jól dolgozzunk. Hát vállaltuk azt, hogy több tárgyalási nap tűzésével több aktát próbálunk feldolgozni. Ez most úgy tűnik, hogy sikerült is. A programnak köszönhetően az elhúzódó ügyek száma közel 40%-kal csökkent a nyíregyházi törvényszéken.